Sziasztok, Dukai Regina vagyok a Music Channel legfrissebb híreivel. Katy Perry elég sokat füstölög mostanában az esküvője miatt. A brit színész Russell Brand-del készül összekötni az életét, és idegességében egyik cigiről a másikra gyújt rá. Kérdés, hogy miért izgul ennyire? Kétségei támadtak netán, vagy csupán azt szeretné, hogy minden a lehető legtökéletesebb legyen a nagynapon. Minden esetre drasztikus lépésre készül, hogy visszafogja a töménytelen mennyiségű cigarettázást, mielőtt végképp tönkreteszi ének hangját. Mivel más módszer nem válik be egyelőre, hipnoterápiához folyamodik, hogy azzal győzze le a rossz szokását. Ez egy olyan pótcselekvés, amit azonnal abba kell hagynom, fakad ki Katy. Ez nem jó példa a srácoknak, és épp azt szeretném, ha látnák, hogy ez egyáltalán nem cool, fejezte be az énekesnő. Britney Spearsnek ezentúl kötelező melltartót hordania. Édesapja ugyanis megtiltotta neki, hogy a szóban forgó alsónemű nélkül flangáljon, miután egy sor lesifotó jelent meg az énekesnőről, amint a mellei szabadon járnak kellnek a pólója alatt. Spears apuka egyúttal figyelmeztette lányát, hogy erősen javítania kell a nyilvános megjelenésein, és elbocsátással fenyeget minden biztonsági alkalmazottat, aki engedi, hogy Britney melltartó nélkül hagyja el a házat. Állítólag Jamie Spears szólította fel lányát még februárban arra is, hogy vessen véget párkapcsolatának Jason Trevickkel. Ezt nevezik úgy, apa pici lánya.